100 éve ezen a napon kezdődött népszavazás arról, hogy Magyarországhoz vagy Ausztriához akar-e tartozni Sopron és 8 környező település. A trianoni békediktátum Ausztriának ítélte ezt a területet, a soproniak azonban ellenálltak, a népszavazáson pedig Magyarországot választották, ezért hívjuk Sopront a leghűségesebb magyar városnak, december 14-e pedig a hűség napja. A centenáriumi ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök párhuzamot vont napjaink és a 100 évvel ezelőtti események között. Kiemelte, hogy 100 éve Magyarországot halálra ítélték, de túléltük, és ha most erősek leszünk és összefogunk, akkor szerte Európában láthatják majd, hogy vannak olyanok, akik nemet mernek mondani a brüsszeli szép új világra. Kapcsolunk még Sopronba Jó Csabához, aki élőben nézte végig a centenáriumi ünnepséget, és idéz még a miniszterelnök beszédéből. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy a válságok korát éljük, bevándorlási válság, járványügyi válság, energiaválság és gazdasági válság is van egyszerre. Így van, párhuzamot vont a 100 évvel ezelőtti történelmi helyzet, illetve a mostani szituáció között Orbán Viktor miniszterelnök. Itt Sopron főterén a hűség kapuján érkezett meg egy fáklyás menettel a miniszterelnök, és aztán pedig megtartotta azt a beszédét, amely tehát a 100 évvel ezelőtti kort is megidézte, illetve a 2021-es problémákat. A szabadság és a hazafiság, a magyar politika két nagy hagyománya, kezdte a beszédét Orbán Viktor miniszterelnök, és bizony arra is emlékeztetett bennünket, hogy maradjon a következő 100 évben is a hűségvárosa Sopron. Orbán Viktor kifejtette, hogy a háborúért minket magyarokat tettek annak idején felelőssé, mert magyarok voltunk, és azok is akartunk maradni. Aztán pedig párhuzamot vont a népszavazással, ugye 1921. december 14-én kezdődött a népszavazás itt Sopronban. Úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy 100 évvel ezelőtt a hazánkat halálra ítélték, ledöntötték a lábáról, feldarabolták, aztán magára hagyták, és Sopron is környéke azonban megmutatta, jelezte a világnak, hogy nem akar részt venni a saját temetésén Magyarország. Arról is beszélt, hogy a helyzet ma is nehéz, szükség van a soproniak megerősítő példájára. Újra meg akarják mondani nekünk, hogy kik legyünk, kivel és hogyan éljünk együtt. Azt akarják, hogy felejtsük el 1000 éves történelmünket. Felejtsük el a kultúránkat, vágjuk el magunkat a keresztény gyökereinktől. Azt akarják, hogy adjuk fel magunkat, váljunk valaki mássá, legyünk olyanok, mint mindenki más, azaz senki és semmi. Egykor Clemenceau tervnek hívták, ma úgy hívják Soros terv. Amit egykor Párizs környéki békének hívtak, azt ma Európai Egyesült Államoknak hívják. Ami valaha az Antant volt, az ma a nyílt társadalom, multikulturalizmus és gender ideológia. Akkor fizikai, ma szellemi megszállás. Orbán Viktor miniszterelnök párhuzamot vont tehát a mai szituációval. Azt mondta a miniszterelnök, hogy szomszédunkban újra háborús veszély fenyeget, milliók vándorolnak egyik kontinensről a másikra, és járványok is szedik az áldozataikat, valamint ugye az energiaválságot is megemlítette a miniszterelnök, valamint az újabb népszavazással kapcsolatban is párhuzamot vont, ugye a 100 évvel ezelőtti döntéssel kapcsolatban. Úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy újra nemet akarunk mondani a magyar jövőt fenyegető külföldi tervekre, és meg akarjuk védeni a gyerekeinket az LMBTQ és társai propagandájával szemben, ugyanúgy, ahogy megvédtük a magyar családokat a migránsokkal szemben. Orbán Viktor az Alkotmánybíróság döntésére is utalt beszédében, ünnepi beszédében, nagy fogalmazott, jogunk van nemet mondani a brüsszeli emberkísérletekre, jogunk van megvédeni Magyarországot és biztosítani a magyar jövőt. Kérem Sopron városát, maradjon a következő 100 évben is a hűség városa, amely összeköti a hazát és a szabadságot, és ezzel olyan szilárd építménnyé teszi Magyarországot, amelyben mi, magyarok, otthon érezhetjük magunkat. Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött, hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Jövőre visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, illetve családi adó visszatérítés is majd ugye terítékre kerül. Jövőre februárban családokhoz érkezik majd, illetve a 25 év alatti fiatalok adó könnyítésére, lesz ilyen mentességére is utalt a miniszterelnök. A végén pedig ugye a szokásos fordulattal zárt a szavait, hogy azt javasolják, hogy Magyarország előre menjen és ne hátra. Csaba, nagyon szépen köszönjük. Jó utat nektek hazafelé. Az új M85-ösön pikpak hazaértek Budapestre.